Már gyerekkoromban az volt a jellemző tulajdonságom, hogy mindenre azt kérdeztem, hogy miért van. Ez a magatartás elvezetett, hogy megszerettem a kutatást. Pécset kezdtem az Orvosi Egyetemen, majd fölkerültem Budapestre, ahol Isekutz Béla tanácsára elkezdtem foglalkozni az aggyal, a kémiai ingerület átvitellel. Eljutottam Oxfordba, és ott Sir William Paton volt a főnököm, akinek köszönhetem, hogy egy nagyon sajátos gondolkodásmód uralkodott el rajtam, hogy mindig a kísérletekből kell kiindulni, és mindig föl kell állítani egy hipotézist is. És ott olyan adatok jöttek ki a kísérleteimből, hogy az egyik kémiai ingerőt átvívő anyag úgy tud kommunikálni egy másik ideghálózattal, hogy közben az idegek nem létesítenek szoros kapcsolatot, de a másiknak a felszabadulását gátolni tudja. Tehát funkcionális kapcsolat jöhet létre. De csak abban az esetben, hogyha a másik idegsejt megfelelő jelfogóval rendelkezik, amely érzékelni tudja az üzenetet. A különböző gyógyszerek is ezeken a sajátos jelfogókon fejtik ki a hatásukat, és nem pedig a szoros kapcsolatot létesítő úgynevezett szinapszisokban. Éveken át vendégprofesszora volt a New York-i Albert Einstein College of Medicine Egyetemnek. Több mint 400 tudományos dolgozata jelent meg, 12 könyvet írt vagy szerkesztett, eddig 19.691-en hivatkoztak munkáira. Több európai tudományos akadémia tagja. Elnöke a Bethlen Gábor Alap kuratóriumának, a Magyar Atlanti Tanácsnak és a Magyarország Barátai Alapítványnak. Vízi Szilvesztert, mint tudóst, kezdőkutató koromból, 21-22 éves korom óta ismerem, nagyon felnéztem rá, fantasztikus, nagy tekintői farmakológus volt. Az ő hívására jöttem haza, és 1990-től a Kokiban átvettem ennek az osztálynak a vezetését, ami nekem egy óriási kifutási lehetőséget adott. Úgyhogy én örökre hálás leszek neki ezért, mert én úgy gondolom, hogy itt a Magyarországon mindent megkaptam, ami szükséges ahhoz, hogy az ember egy nemzetközi élvonalba tartozó laboratóriumot felépítsen. Ez a lehetőséget Vízi Szilveszter biztosította. Egy valóban Nobel-díjat érő munkásság van a háta mögött. Ha valamit ki kell emelni, talán azt emelném ki, hogy a nem szinaptikus transzmissziónak a felfedezése az ő nevéhez fűződik. Ez egy koncepcióváltás volt a gyógyszerkutatásban. Neki köszönhetjük azt, hogy egy világhírű idegtudományokra specializálódott orvostudományi kutatóintézetté váltunk. Eddig meg tudtam tartani az intézetet a nemzetközi élvonalban. Ehhez az ő tanácsai máig is segítenek. Sikereimnek titka, hogy a munkatársaimat egyenrangú társként kezeltem. Meghallgattam véleményüket, kritikájukat. Még ennél is fontosabb volt, és mai napig az, a családom, hiszen iránytűként szolgál az ember számára. A japán császártól megkapta a Szent Kincs érdemérem arany és ezüst csillagát. Többek között Széchenyi nagy díjjal, Corvin lánccal és George Washington díjjal ismerték el tevékenységét. Én Vízi professzor úrtól tanultam a gyógyszerkutatást, a farmakológiai mesterségnek minden csinyát, binyát, illetve a gyógyszerkutatóknak azt a sajátságos szemléletmódját is, hogy mindenfajta életfolyamatot úgy néz, hogy hogyan lehetne abból gyógyszert felfedezni. Vízi professzor úr remekül ért az emberekhez. Mindenkivel megtalálja azt a közös emberi hangot, és ezért nagyon élvezetes és hatékony vele a közös munka. Hát ennek köszönhető, hogy mindenkiből kihozza a teljesítményének a maximumát, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke folyamatosan ugye, támogatta a tanítványait a pályafutásukon, köztük engem is, de másokat is, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk neki. Én azt hiszem, hogy minden magyar tudós számára a legnagyobb kitüntetés, hogyha az akadémia elnöke lehet. 2002-től 2008-ig töltöttem be ezt a tisztséget, és előtte 6 évig alelnök voltam. A 20. század végén, a 21. században különösen
olyan mértékben felértékelődött a szürke állomány, a tudás, hogy ma már az országok rangsorát nem a nagyságuk, hanem sokkal inkább a szellemi tőke mennyisége dönti el. Amikor reggelente itt följöttem a lépcsőn, akkor minden alkalommal a szobor mellett, Széchenyi István szobra mellett haladtam el, és eszembe jutottak a szavai, amely a Hitelben írt, az utolsó mondata. Sokan úgy gondolják, hogy Magyarország volt, én szeretném hinni, lesz. Gondolata, hogy magyarul tanítani kell, akkor tulajdonképpen megfogalmazódott az a feladat az akadémiának, hogy a tudomány, a kutatás, a fejlesztés, az innováció mellett kötelessége mindenki számára hozzáférhetővé tenni a tudomány, a kultúra, a szép és természettudományok eredményeit. És így keletkezett a Mindentudás Egyeteme, és így keletkezett sok minden, amely azt a célt szolgálta, hogy a tudást megosszuk másokkal. Kányányi Sándornak van egy gyönyörű négy sorosa. Aki megért és megértett, az egy népet megéltet. A tudás, amelyet elsajátítunk, az köztulajdon. De azt megosztani másokkal, az közérdek. És ez az akadémiának feladata is. Sikerei közé tartozik, hogy 40 addig állami tulajdonú épület és ingatlan került az akadémia tulajdonába. Elnöksége idején kezdte el szervezni az akadémia a világ egyik legjelentősebb tudománydiplomáciai rendezvénysorozatát, a World Science Fórumot. Megalapította az MTA 6. területi bizottságát Kolozsváron és a nyugati professzorok elnöki bizottságát. Amikor megkérdezik, hogy miért jöttem haza, azt mondom, az üllőiti fák hívtak, Kosztolányi versére utalva. Igen, hazajöttem, és sikerként élem meg, és azt tudom üzenni a jövő tudósainak, a magyar tudományos közélet valamennyi szereplőjének, hogy mindig tisztességgel és becsülettel szolgálják a tudományt, mert a tudomány nem politika függő, mert a tudomány olyan, hogy szolgálja nem csak közvetlenül a magyarságot, hanem szolgálja a világot, és mind ilyen kicsit hasonlít ahhoz a munkához, ami Kodály Zoltán és Bartók Bélát jellemzi, hogy magyar népzenét gyűjtöttek, abból építkeztek, de európai zenét szereztek. Viziel Szilveszter, az akadémiai aranyérem 2017. évi díjazottja.